Folytatjuk tovább, és megnézzük, hogy mit ír az írás a szeretetről. Az első vers pedig Saul Pál első level a teszalonikaiakhoz, négyes fejezet, amelyik e, így szól. Hiszen jól tudjátok, mit parancsoltuk, parancsoltunk néktek a Husáha másiák nevében. Elohim azt akarja, hogy szentek legyetek, és távolodjatok el minden parázdaságtól szexuális bűntől. Azt akarja, hogy mindegyik őtök tanulja meg, hogyan kell a saját teste fölött uralkodnia. Olyan tisztességes módon bánjatok a testetekkel, hogy az valóban csak Elohimnek szolgáljon. Ne adjátok át testeteket szenvedélyes kívánságoknak, vagy szexuális bűnöknek, parázaságnak, mint a hitetlenek, akik nem ismerik Elohimet, tehát cselekedetekben nyilvánul meg a hit. Ebben az esetben a paráznaságra hívja fel a figyelmet. A testvéreiteknek ne okozzatok kárt és ne csapjátok be egymást, mert ezt megbünteti, ja, hú, a huha újabb, ö, cselekedetek. Erre már régebben is figyelmeztetünk titeket. Jahua a szent életre hívott el bennünket. Mi a szent élet? A szent élet az azt jelenti, hogy más elkülönült, kivált a világból. Ez jelenti a szent. Maga a szó szent. Strong's G38, Hagias mass. Vagy tisztítsátok meg magatokat, ugye, amiről itt beszél, hogy legyetek szentek, szentek legyetek, ez uh, előkerül még egyszer, ha jól láttam valahol, és az itt van a hetes versben, ez a szó, a görög szó, Hagiasmas aminek a jelentése szó szerint azt jelenti, hogy megtisztult, tiszta, felszentelt a szíve, és az élete is tiszta. Hogyan lehet tiszta? Zsoltárok 19-es fejezet, ami így szól. Érdemes az egészet elolvasni, különösen azoknak, akik esetleg még mindig nem hisznek a teremtésben. Ugye az egek beszélik Elohim dicsőségét és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat nem az ég gömb. De mindegy is, most ezzel nem foglalkozunk, hanem 8-as vers. A huának törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, életre kelti az embert, ugye életet ad. A huának bizonyság tétele biztos, bölcsét teszi az együgyűt, Az ő törvényei, parancsolatai instrukciók. A huának rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. A huának parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Jahuának félelme tiszta, megáll mind örökké. Jahua ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Hogyan lehet akkor az ember, hogyan tisztulhat meg másképp, mint a törvények által? A 11-es kívánatosabbak az aranynál, ugye ezek az ítéletei, rendelései, parancsolatai még a sok szín aranynál is, és édesebbek a méznek, méznél, még a szín méznél, és intik azokat a szolgádat, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Ezek azok, amik megtisztítanak. Tarts távol a szolgálat a szándékosoktól. Ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek. Tiszta leszek. Sok vétektől legyenek kedvedre való szája mondásai az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó, jahú, a kősziklán megváltom, így tisztul meg az ember a parancsolatok, rendelések és a mindenható instrukciói által. Erről beszél, amikor arról szól, hogy szentek legyetek, kövessétek, és úgy vagytok szentek, nem véletlenül sorolja itt fel Zsoltárok 19-es fejezetben de utána itt is megerősíti, hiszen a paráznaságról beszél, illetve arról, hogy a hogyan is kezeljék, hogyan is viselkedjenek a testvéréken, nem hogyan is gondolkodjanak, vagy mit is mondjanak. Ezért, aki nem akar engedelmeskedni ennek a tanításnak, az embereket, az nem embereket utasítja, hanem Elohimet, aki a Szent Szellemit adta nekünk, aki nem e él, aki ma azt mondja, hogy nekünk nem kell csinálni, sőt, ez átok, el van törölve, be van töltve, az nem az embereknek nem engedelmeskedik, hanem Elohimet utasítja el. Azonban a szeretetről a következőben olvasunk, a testvéri szeretetről nem is kell nektek írnom, hiszen titeket maga Elohim tanított meg arra, hogyan szeressétek egymást. Hogyan szeressétek egymást, szeretni valahogyan kell. Ő tanította meg őket rá. Nem arra, hogy hogy gondolkodjanak róla, nem arra, hogy hogy beszéljenek róla, arra, hogy, hogy viselkedjenek egymással, hogyha szeretik egymást erről volt szó, hogy ti valóban szeretitek minden testvéreteket egész Macedóniában. Ezt folytassátok. Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendesen és békességben éljetek mindenki gondosan végezze a maga munkáját és saját kezével keressen kenyerét. Ezt már korábban is parancsoltuk nektek, hogy viselkedjetek tisztességesen a hitetlenekkel szemben, és ne szoruljatok rá senkire viselkedjetek úgy, éljetek, ne úgy mondogassátok. Saul Pál második levele a teszalonikaiakhoz, második fejezet, 15 ös vers így szól. Azok számára, akik hiányolták, hogy nincsen szó soha az úgynevezett új szövetségből, ről, illetve Saul Pál leveleiről, azok remélem látják, hogy ő is akárcsak az összes többi apostol mindig arról beszélt, hogy a mindenható utasításait, instrukcióit be kell tartani, csak így működik a hit. Egy újabb nagyszerű példa erre, 15-ös vers, mivel ez így van, kérlek, hogy minden tekintetben álljátok meg a helyeteket, kitartóan ragaszkodjatok a tanításhoz, amit tőlünk élő szóban vagy levélben kaptatok. Hogyan taníthattak volna mást, az apostolok, mint amit ők tanultak a megváltótól. Hogyan taníthatták volna az, hogy már nincs szombat, ha a megváltó mindig betartotta, és ők maguk is betartották, és ott voltak az összes ünnepen. Hogyan taníthattak volna mást nekik? Meg is mutatja ezt. Azért imádkozunk, hogy Adonája Husaha másják és Elohim, a mennyei atyánk bátorítsa a szíveteket, és erősen erősítsen meg benneteket minden jóra, tehát, a másják a megváltó, és Elohim két külön ö, lény, vagyis két külön ö, személy idézőjelben, hiszen megkülönbözteti őket még ő is, szóban és tettekben egyaránt. Tehát ők ezt tanították nekik, hogy nem csak szóban van hit, hanem tettekben is megnyilvánul. És mivel a megváltó és maga a mennyei atya az, aki bátorítja őket, ezért nem lehetnek különböző tanításaik. A megváltónak nem lehet más tanítása, mint ami mindig is megvolt a mindenható. Amiről itt úgy, az, azt írja, hogy ez örök érvényű, hogy, hogy soha el nem múlik. Ugye a huána féleme tiszta megáll mindörökké ítéletei változtathatatlanok. Ezeket nem lehet betölteni, eltörölni, nem lehet vele semmit csinálni. Ez tökéletes volt akkor, tökéletes most, és mindig is az lesz. Hiszen Elohim megmutatta, hogy mennyire szeret bennünket, és irántunk való jó indulatába örökké tartó vigasztalást, bátorítást, biztos reményt adott nekünk. Tehát szeretett minket, és megmutatta ő is cselekedett ugyanúgy, ahogy mindenkinek kell szóban és tettekben. Ez pedig szintén a második teszalonikai levél, és megnézzük a harmadik fejezetet végezetre. Imádkozatok értünk, atyámfiai, hogy a huának beszéde terjedjen és dicsőítessék, amiként ti köztetek is. Ez most a másik verzió, a Károli féle. És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan, és gonosz emberektől, mert nem mindenki a hit. Szóval, aki nem hisz, az gonosz és alkalmatlan. Akkor hogyan lehet megkülönböztetni azt, aki nem hisz, attól, aki hisz? Úgy, hogy az úgy cselekszik, ahogyan azok, akik hisznek, illetve azok, akik nem hisznek. De, de hűj a hova, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól, a gonosz, a törvények nem betartása. Bízunk is Jehuában reátok nézve, hogy megteszitek, és meg is fogjátok tenni azokat, amiket parancsolunk. Nem azt mondta, hogy beszélitek, vagy gondoljátok, azt mondja, hogy megteszitek, és meg is fogjátok tenni, amiket parancsolunk. Akkor ezek szerint parancsoltak dolgokat, amiket meg kell tenniük. És ők nem parancsolhattak más, mint amit Jehua, illetve Jehúsák, ha másják a megváltó tanított nekik, Jehúha pedig igazgassa a ti szívetek az Elohim iránt való szeretetre, és ha másják iránt való állhatatosságra. Tehát mind a kettőre szükség van, a mindenható iránti szeretetre igazgatja majd a szívüket, illetve a megváltóba vetett hitre. Cselekedetek és hit. Hatos verszak egyértelművé teszi, Adonája Husak Hamásiák nevében pedig rendeljük néktek atyám fiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, aki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, amelyet tőlünk kapott. Magatok is tudjátok, mi módon kell minket követni, mert nem viseltük, cselekedtünk magunkat közöttetek rendetlenül. Tehát ezek szerint úgy lehet élni, és úgy lehet viselkedni, hogy abból kiderüljön, hogy az ember, hogy, hogy miben hisz. Tehát a cselekedetek azok, amik megmutatják azt, hogy eh, hogyan kell élni. És mindvégig következetesen erről beszél, eh, ugyanúgy Saúl Pál, mint az összes többi, hiszen nem is lehet más. Hiszen ezért mondja, hogy Adonai Yahusha Hamásiak, az Úr Jézus Krisztus nevében, az ő nevében nem lehet törvénytelenül élni. És ez az igazi szeretet, amire a mindenható igazgatja az emberek szívét. Az, ahogyan él, ahogyan viselkednek vele szemben, és a, az embertársaikkal szemben. már itt tartunk a szeretetnél, nézzük meg a Timóteus az írt első levélből, a hatos fejezet, tízes mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, ugye ez a világ, a pénz ö, szeretete. Nem a pénz maga, hanem a pénz szeretete. Ugyanúgy, ahogy nem a törvény a baj, hanem a törvény megszegése. Ezek azok az apróságok, az apró dolgok, amiket az ellenség mindig oda beszúr, hogy az embereket félrevezesse. Mely után sóvárokban némelyek eltévedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Ugye a hittől, hogy lehet eltérni a pénz által, úgyhogy nem úgy gondolkodik, vagy nem úgy beszél az ember vagy nem úgy cselekszik, nem olyan döntéseket hoz, nem úgy él. 11-es, de te, ó Elohim emberek, kerüld ezeket, hanem kövessed az igazságot, kövessed, megnézzük a másik fordítás, mit ír erről, hogy mit jelenthet az, hogy kövessed az igazságot, hiszen nyilvánvalóan ez ismét csak a tettekre utal. Ti azonban, Timotos, Elohim embere vagy te. Tehát menekülj el, és maradj távol ezektől a dolgokat. Teljes erővel igyekezz azon, hogy Elohim tetszése szerint élj és őt szolgáld. Tehát azon kell küzdeni, hogy úgy éljen az ember, és őt szolgálja. Nem csak úgy mondja, küzdj a hitért, a hitről már volt szó, az igaz szeretetért, Azért a szeretetét, amelyet az a mindenható meghatározott türelmes kitartás és ha ezek, hogy ezek uralkodjanak benne. Folytasd a küzdelmet a hit szép harcában. A harc mindenképpen valamiféle cselekvés, valamiféle akciót jelent. Úgyhogy mindig végesen végig. Szerencsétlen Pál Saul, annak ellenére, hogy amiket mondanak róla, ő egyet mond folyamatosan. Az, hogy az emberek nem hajlandók utána nézni annak, hogy mi, nek mi a jelentése, és ráadják a mi értelmünket, a mi megértésünket, az, hogy mi a hit, a szeretet, az igazság és a szelítség, a remény szerintünk, az teljesen mindegy, hiszen ő akkor abszolút más dolgokat látott ebben. És ő olyan emberekhez beszélt, akik alapvetően értették azt, amiről beszél. Hiszen általában vagy jahudim, zsidók, vagy pedig héber izraelitákhoz beszél. Akik pogány életet folytattak. Pontosan tudták, hogy miről beszél, hiszen megtanította őket erre. Tudták, hogy a szeretet, az, egy, az cselekedetekben fog megnyilvánulni. És tudták, hogy úgy kell élniük, ahhoz, hogy eljussanak oda. Hogyha el kell kerülni, akkor úgy kell cselekedni. Talán a legnagyszerűbb vers, illetve vers sorok, ha lehet versnek hívni az egész Brit Kadaszáll, az új szövetségben, második Timóteushoz írt levelének a hármas fejezete, amiben csak néhány részt fogunk megnézni ez egyértelművé kell, hogy tegye mindenki számára, hogy mi ezekben az időkben élünk. Azt pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, ezek az utolsó napok, az utolsó napok leírása. Mert lesznek az emberek, és mi az, amivel kezdi magukat szeretők? Nem a mindenhatót, hanem magukat szeretők. Azért, mert a saját fejük után járnak. Úgy élnek, hogy magukat szeretik. Azt hajhásszák, hogy hogyan tudják magukat kielégíteni különböző dolgokkal, a különböző igényeikkel. Nem véletlen az, hogy ezzel kezdi, hogy a szeretet így nyilvánul meg, hogy pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, büszkék, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, mindenfélét esznek, körülmetéletlenek, stb. Szeretet nélkül valók. Újra megismétlem, mi a szeretet, a mindenható instrukciónak betartása. Úgy él az ember, hogy tiszteletben tartja az ő instrukcióit, és ezáltal másokat is. Kér lehetetlenek. Nem lehet velük beszélni, mint a legtöbb ember. Megvan, hogy megy a saját feje után, csinálja a saját dolgát, nem lehet vele beszélni. Rágalmazók. Mindig mindenkinek megvan a saját véleménye. Mindenki azonnal felkapja a vizet, azonnal fordul, ott és ő neki van igaza, nem lehet senkivel beszélni, ilyenek az emberek. Mértéktelenek, mértékletlenek, kegyetlenek, jónak, nem kedvelői, mi a jó a mindenható. Egyedül, ahogy azt megmondta a megváltója husák, ha másják, egyetlen jó van, és az pedig az atyánk a mennyekben. Az ő, ő neki a nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfogalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Elohimnek szeretői. A gyönyört szereti akkor az nem azon gondolkodik, vagy arról beszél, hanem úgy él, azt cselekszi, inkább azt cselekszi, mint amit a mindenható meghatározott neki. Háromszor fordul elő a szeretet. Ebben a leírásban, ami az utolsó napokra vonatkozik, és mind a háromszor arra utal, hogy az emberek magukat szeretik, és elfordultak a mindenhatótól. Úgy élnek, úgy cselekednek. Mert ez cselekedetekben nyilvánul meg, és a Shao Pá pontosan tudta. És ezt próbálta elmondani mindegyik levelében mindenkinek. Mindenhol. Még annyit, hogy kiknél megvan a kegyesség látszata, mindenki spirituális, mindenki úgy beszél, mindenki hisz valamiben, mindenki szeret mindenkit, mindenki szívecskéket kommentál, de megtagadják annak erejét ezeket kerüld. Kinek? Elohimnek erejét, az igazi szeretet erejét. Azt, aki úgy élt, aki elkötte a saját fiát, és aki, aki feláldozta magát, az az igazi szeretet. Ennek a megtagadói azok. Akik legtöbben ma élnek. Mit csinálnak ezek az emberek? Mindig tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak. Elolvasnak egy nap egy könyvet, egy órába egy könyvet, öt diplomájuk van, 20 éve hisznek, 80 éve templomba járnak, mégsem értik, hogy mi az igazság. Az igazság a mindenható szava. Az, amit ő elmondott. Élj az instrukciók szerint, legyen meg a megváltóba vetett hited, és örökké fogsz élni. Ez az egész igazság. A többi filozófia teljesen jelentéktelen. Ezt ő is elmondja, hogy ez a, ez a cselekedetekben nyilvánul, meg te pedig követed az én tanításomat, és életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókiában, Ikoniumban, Lisztrában. Minemű üldöztetéseket szenvedtem, de mindezektől megszabadított engem, yahua. Tehát akkor az ő életmódját kellene követni, ami az ő szeretete. Az ő tanítását, az ő életmódját, ahogyan ő élt. Megszabadított tőle. Jahua! Hogyan szabadította volna meg őt a mindenható? De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni a húsak, ha üldöztetni fognak. Ez az utolsó időkről van szó. Ha ő a megváltóban élt, és őt megmentette a mindenható, akkor hogyan élhetett volna másképp, vagy taníthatott volna mást a pogányoknak, mint amit állítólag a jahudimnak, a zsidóknak, vagy az izraelitáknak, mint hogy, a, hogy a pogányoknak így kell élni, a zsidóknak, meg úgy. Hogyan taníthatott volna mást, ha egyszer egy volt az Úr, egy volt a mindenható, Adonai egy volt, akkor nem élhetett másképp, mint azok, akik a megváltóval együtt éltek. Tituszhoz as fejezet és a vers, de mikor a mi megtartó Elohimünknek jó volt kegyelme és az emberekhez való szeretete megjelent, hogyan jelent meg úgy, hogy elküldte az egyetlen elsőszülött fiát a megtestesült szót, hogy, hogy megmutassa, hogyan kell élnünk, hogy áldozatot hozzon a bűneinkért, és követhessük, nem az igazságnak cselekedeteiből, melyeket mi cselekedtünk, hiszen leírja, hogy itt bűnösök voltunk, és hogyan éltünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője, és a Szent Szellem, a Szent légy, a ruak megújítása által, melyeket kitöltött ránk bőséggel, ami megtartója a Husach, a másik által. Tehát ő volt az, aki megtette az első lépést, aki megmutatta azt, hogy ő hajlandó az emberiséget visszafogadni, annak ellenére, ahogyan ők éltek. Az ő cselekedete megjelent, az ő szeretete megjelent, mint cselekedet. Azonban természetesen ez nem azért, mert mi annyira jók voltunk, vagy annyira jól viselkedtünk, hanem egyszerűen ez az ő jó volt, az ő kegyelm, az ő irgalmassága. És ez a Szent Szellem, a Szent Lélek, a ruak ami a husak másiák szelleme, aki irányít minket minden jóra, és megtanít minket ö, mindenre. János 14, 24, illetve 15, 26 erről szól. Úgy élünk, ahogyan ő azt megmutatta, hiszen a Szent Szellem, a Ruák így vezet minket, hogy ezt tegyük. Vajon mit mond Saul erről 8-as vers, igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előjárni azok, akik Elohimben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Ugyanazt mondja ismét, és ez már a 6 vagy a 10 vers. Amikor ugyanazt mondja szegény Saul pál, hogy az embereknek úgy kell cselekedniük. nem elég úgy gondolni, vagy úgy mondani úgy kell élniük, meg kell változniuk. Ez pedig zsidókhoz egyes, 8 vers. Ám de a fiúról, Jehusha Hamásiákról így szólt. A te királyi széked, ó Elohim, örökkön örökké. Igazságnak páncája, te országodnak páncája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Annak okáért felkentéged Elohim, a te Elohimed örömnek olajával a te társaid felett. Szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot. Örökkön örökké tart ez az ország, ez a királyság, és azért, mert szerette az igazságot és gyűlölte a hamisságot. Ezért lett ő minden társai fölött. Ugye te, Uram, kezdetben alapítottad a földet, kezeidek, művei az egek, ő teremtett minden. A lényeg azonban az, hogy az igazság szeretete azt jelenti, hogy úgy élünk. És az igazság pedig nem más, mint a Mindenható törvénye és a Mindenható szava, ami örökké él. Nem csak, hogy örökké él, hanem az ő ítéletei változtathatatlan. És ezt pontosan tudta mindenki, aki valóban követte a mindenható szavát, a mindenható utasításait, és úgy élt, hiszen ő szereti az igazságot, akárcsak a húsák, ha másják a megváltó szerette, és gyűlöli a hamisságot. Zsidókhoz hatos, kilences vers. Ezzel figyelmezteti szeretnének benneteket, kedves testvéreim, de biztos vagyok benne, hogy rátok jobb dolgok várnak, és azok közé tartoztok, akik üdvözölni fognak. Miért? Mert Elohim nem igazságtalan, hogy elfelejtkezzen a munkátokról, akkor ezek szerint csak volt valami munka, valami cselekedet. Nem felejti el azt a szeretetet, ami a munkában nyilvánul meg, sem amelyel vagy, iránta vagytok, amelyel segítettétek és ma is segítitek a népét. Azt kívánjuk, hogy mindannyian szorgalmasan végezzétek ezt a munkát egész életetekben, akkor ezek szerint csak van valami cselekedete mögött a szeretet mögött. Pontosan, ahogy azt Jakab leírta, ugye. Hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljesé a hit. Ugyanerről beszél itt is, meg mind végig az egész írás során. Hogy szorgalmasan végezzétek ezt a munkát az egész életetekben, ez a szeretet, amivel a mindenható iránt vagytok. Így azután is meg fogjátok kapni, amiben most reménykedtek. Az Elohim iránt való szeretet munka cselekedetekben nyilvánul meg. Nem ez az, ami miatt üdvözöl az ember, hanem természetesen a megváltó áldozata is az abba vetett hit, azonban a hit cselekedetek nélkül halott. Ezek után pedig nézzük meg akkor végre, hogy szegény Jakab miről is beszél a kettes fejezetben, amikor úgy szól, hogy ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint szeressed felebarátodat, mint te magadat jól, cselekeztek. Ez a két mondat összefoglalja az egész könyvet gyönyörűen a legfontosabb törvény, amit az írás lefektet, az az, hogy szeresd a felebarátodat, mint magadat, és akkor jól cselekeztek. Nem azt mondta, hogy jól gondolkodtok, vagy jól beszéltek, azt mondta, hogy jól cselekeztek akkor, hiszen úgy éltek, ha megtartod a törvényt, úgy élsz. Ezek szerint az írásban ez van leírva, pontosan ez van leírva, ezt már láttuk az előző részekben. Talán így első János Jehukanon második fejezet is több értelmet fog nyerni, azoknak, akik hajlandóak megérteni azt, hogy a parancsolatok még mindig állnak és mindig is állni fognak, hiszen ezek az ítéletek változtathatatlanok, és az ő igazsága örökké áll, és az ő törvénye az igazság. Így szó, aki ezt mondta, ismerem őt, és a parancsolatait nem tartja meg, hazugaz, és nincs meg abban az igazság. Pont. Ez ennyire egyszerű. Ja, a másiák, az atya, a mindenható hua üzenetét hozta el, az ő törvényei nem változnak. Aki az ő parancsolatát megtartja, az az, akiben van igazság. Hármas verse arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Pont. Ez, amit mindenkinek észben kellene tartani. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, ugye, és a parancsolatot nem tartja meg, az hazug, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljesé lett Elohim szeretete, hiszen az úgy él, hogy azt megmutatja mások felé. Ő úgy fog viselkedni, úgy fog élni, úgy fog cselekedni, olyan lesz az életmódja hogy teljes lesz belőle benne a mindenható szeretet. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, mint ő járt. Még ha azt is mondjuk, hogy mi a megváltót követjük, már nem az atyát nekünk már így vagy úgy, akkor is úgy kell járnunk, és tudjuk jó, hogy ő tökéletesen betartotta a parancsolatokat, hiszen csak így lehetett az áldozat. Akkor ha úgy kell járnunk, akkor hogy lehet, hogy nem minden parancsolat érvényes. Ha ő a szombatnapot megtartotta az összes ünnepet, ha ő olyan ruhába járt, úgy evett, úgy beszélt, úgy viselkedett. Nyilvánvalóvá is teszi, hogy miről beszél, atyám fiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem a régi parancsolatot, mely előttetek volt kezdettől fogva. A régi parancsolat pedig megmagyarázza azok kedvére, akik nem hajlandók megérteni, az ige, melyet hallottatok a kezdettől fogva mindig is ugyanaz volt a helyzet. Mindig ugyanazt akarta a mindenható. Hitből, szeretetből kövesse az ember az ő parancsolatait, nem pedig úgy mechanikusan, ahogyan, annak idején próbálták volna. Nem volt meg bennük az a szellem, nem volt meg bennük az az igazi tűz, ami a ha másiák által eljött, és megvan most már az emberekben részükben. Ezt akarta mindenható, hogy így kövessék az ő parancsolatai. Hármas fejezetben ugyan erről beszél ismét, aki cselekszi a bűnt, az ördögtől, amit az ördög kezdető fogva bűnben élt, azért jelent meg Elohim fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az ördög munkája volt az, hogy elterelt az emberiséget, a farizeusok által új parancsolatokat írt, és onnantól kezdve senki nem e, tudott volna megváltást nyerni. Ez volt az ő munkája. Ez az, amit a husak, a másikak az ő áldozatával és az ő példamutatásával eltörölt. Aki a bűn, cselekszik, akkor van bűn, akkor kell, hogy legyen valamiféle parancsolat, és azt valahogy cselekedni kell, erről van szó. Itt is senki sem cselekszik bűnt, aki Elohimtől született, mert benne marad annak magva. És nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Elohimtól Elohim született. Nem azt mondja, hogy senki a világon nem cselekszik bűnt. Azt mondja, hogy senki nem cselekszik bűnt, aki Elohimtől született. Aki bűn cselekszik, az nem tőle született. Úgyhogy, ha valaki azon veszi észre magát, hogy tisznó teszik, akkor ő biztos lehet abban, hogy ő nem Elohimtől született abban a pillanatban. Hiszen az egy bűn, ő megmondta, az egy utálatosság, egy tisztátalan dolog, és ő azokat ki fogja a, az egész királyságból írtani. Hiszen ő nem maradhat meg a bűn közelében. Tehát, az, hogy az ember mit mond, vagy mit gondol, az csak egy dolog, hogy ő azt érzi magában, hogy ő Elohim fia, vagy gyermeke. Aki tőle születik, az nem cselekszik bűnt. Ez nem azt jelenti, hogy senki sem cselekszik bűnt, ez azt jelenti, hogy nem cselekszik bűnt, aki tőle született, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy tőle született. Nyilván mindannyian vétkezünk, de egy dolog vétkezni a gyengeség miatt, és egy másik dolog védkezni a tudatlanság miatt. És egy harmadik dolog szándékosan, tudatosan védkezni. Mikor tudja az ember, hogy azt nem kéne. Erről ismerhetünk meg Elohim gyermekei és ördög gyermekei. Miről? Aki igazságot nem cselekszik, az egy sem Elohimtől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyafiát. Nem mondja, nem gondolja, hanem nem cselekszi az igazságot és a szeretetet. Mert a szeretetet cselekedni kell. Mert ez az üzenet, ami a kezdettől fogva hallottatok, mi az, hogy szeressük egymást. Meg is mutatja azt, hogy hogyan nem úgy, mint Kain a gonosztóval és meggyilkolá a testvérét. Kain nem azt mondta vagy gondolta, hanem ő megtette. Ezért volt ő gonosz. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának a testvéré pedig igazak. A cselekedetekről van szó. Mindig a cselekedetekről van szó. Arról, hogy hogyan él az ember. Mert a szeretet cselekedetekben nyilvánul meg, ahogyan Kain esetében is megnyilvánult, hiszen ő azt cselekedte, hogy megölte a testvérét. Úgyhogy semmi sem változott. A kezdettől fogva hallottuk azt, hogy szeressük egymást. A törvények ezt próbálták és ezt próbálják megvalósítani. Hiszen így tudja az ember szeretni a másikat, ha ezek szerint a törvények szerint él. Aki pedig azt gondolja, hogy ezt csak én mondom mindig, hogy ne szóval, ne gondolattal, stb., annak érdemes elolvasni a 16-os verset. Arról ismertük meg a szeretetet. Miről? hogy ő az életét adta érettünk, mi is kötelesünk vagyunk adni az életünket az atyánk fiai. Tehát ő is azt cselekedte, nem azt mondta vagy gondolta, hanem megtette értünk a mi bűneinket, kinek pedig van miből élnie a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Elohim szeretete. Hogy lehet szeretni úgy, hogy az ember nem cselekszik? Sehogy. 18-as fiaskáim, ne szóval szeressünk. Se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosan az ő előtte a mi szívünket. Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és tettel. Ez pedig már olyannyira a Prit az új szövetség, hogy már lassan a végénél járunk, és még mindig arról van szó, hogy a cselekedet számít. Négyes fejezet első János 4 Négyes. Nézzük. Hetes vers. Szereteim, szeressük egymást. Hogyan? Úgy, hogy úgy cselekedjünk. Mert a szeretet Elohimtől van, és mindaz, aki szeret, Elohimtől született, és ismeri Elohimet. Így tudjuk, hogy ki az, aki tőle van, aki úgy cselekszik, úgy viselkedik, az az, aki tőle van. Aki nem szeret, nem ismerte meg Elohimet, mert Elohim szeretett. Azáltal lett nyilvánvalóvá Elohim szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Elohim e világra, hogy éljünk általa. Úgy tudjuk, hogy ő szeret minket, hogy ő megcselekedte azt, hogy elküldte az egyetlen fiát, és feláldozta értünk a bűnösökért, akik tudomás sem vettünk az ő törvényéről és arról, hogy ő mit akar tőlünk. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Elohimet, hanem, hogy ő szeretet minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatot a mi bűneinket. Ez az igazi szeretet. Az a legnagyszerűbb példája annak, hogy mi a szeretet. Szeretteim, ha így szeretett minket Elohim, nekünk is szeretnünk kell egymást. Elohimet soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, ha úgy élünk, Elohim bennünk marad, és az ő szeretete teljes élet bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott minékünk Ha úgy viselkedünk, ha próbáljuk betartani az ő utasításait, akkor fog velünk maradni és úgy tudunk teljesé válni napról napra, egyre inkább, egyre közelebb kerülve hozzá, hogy egyre jobban és szorosabban követjük az ő instrukcióit. Így válik teljesé bennünk a végén, és akkor kerülünk el a királyságba. De aki törvénytelenül él, ahhoz nem fog közelíteni, mert azt utálja. És tetszik vagy sem, egyezik -e ez a világgal, vagy arról, hogy mit gondol a világ, vagy hogy mit gondolnak az emberek, az teljesen mindegy. Egyetlen igazság van, és az örök, és az a mindenható törvénye és parancsolatai. Vajon mindenkit szeret a mindenható? Nem vagyok benne biztos. Annyit tudok, hogy Zsolták 11-esben így szól, hogy ha az igazat megpróbálja, a gonosz pedig az álnokság kedvelői gyűlöli az ő lelke. Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő, égető szél az ő osztály részük. Úgyhogy ennyit arról, hogy ő mindenkit szeret, vagy hogy elég lesz mondogat. Ennek a fejezetnek a végén pedig a 19-es vers, 20 inkább. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem Elohimet és gyűlöli a maga atya fiát, hazugaz, Mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti Elohimet, akit nem lát. Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy aki szereti Elohímet, szeresse a maga adja fiát. Az végképp nem fér a fejembe, hogy hogyan lehet a következő verseket megmagyarázni, és, és úgy forgatni, hogy abból kijön az, hogy a parancsolatokat eltörölte, vagy betöltötte, és nekünk nem kell csinálni, de nézzük meg. Mindaz, aki hisz, hiszi, hogy a Husakha másiák Elohimtől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, Elohímet azt is szereti, aki attól született, ugye egyértelművé teszi, hogy a kettő egy és ugyanazt az elvet követi. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük Elohim gyermekeit, hogyha Elohimet szeretjük, és hogyan? Az ő parancsolatait megtartjuk. Pont. Akkor úgy lehet az, hogy nem tartjuk meg, és ennek ellenére azt mondogatjuk, hogy szeretjük. Hogy lehet sonkát enni a fiú feltámadásának ünnepére? meg tojást, mindenféle tisztátalan állatokat, és közben azt mondani, hogy mi őt szeretjük. Mert az az Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Jaj, de ezt nem tudjuk megtartani, senki se tudja megtartani. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. De ezeket lehetetlen megtartani manapság, hát ez, ez nem lehet, hogy ezt megtartjuk. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, ami Elohimtől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot a mi hitünk. Tehát ha az ember valóban hisz, akkor egyszerű úgy élni, hiszen akkor úgy fog akarni élni mivel tudja hogy miért csinálja azt, és hogy mi annak az eredménye. Illetve az, hogy az az igaz út, az az egyetlen igazút ha az ő parancsolatait megtartja. És azok pedig nem nehezek, legalábbis az, az alapján, amit a mindenható mond. Remélem hasznosnak találtátok ezt a videót. Még annyit tennék hozzá, hogy gondolkozzon el ezen mindenki akár a megváltóra gondolunk, akár a mindenhatóra, bármelyik profétára, apostolra. Mindenki azt mondta, hogy a szeretet a legfontosabb. A mindenható maga, Elohim, szeretet. A megváltó úgy viszonyult hozzánk szeretettel. Akkor nem lenne-e érdemes, hogyha valamivel közelebb jutnánk ahhoz a definícióhoz, amit az írás szeretetnek tart. Nem amit a világ, nem amit a kereszténység vagy a buddhisták, hanem amit az írás a szeretetről ír. És lehet, hogy akkor lenne esélye arra, hogy mindenki megértse azt, hogy mi is tulajdonképpen az ember feladata az életben. És hogyan is kell az életet élni úgy, hogy az tetsző legyen mind a megváltónak és az ő szellemének, ami minket irányít, és a mindenhatónak, aki majd a végén az ítélkezést fogja végrehajtani. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!